A harmonikus gyereknevelés nem arról szól, hogy mindent megengedünk a gyereknek, nem arról szól, hogy a gyerek azt csinál, amit akar. A harmonikus nevelésben benne van az egyensúly megteremtése, benne van a szabályoknak a kialakulása, amit a családon belül a gyermek elsajátít, benne van a jutalmazás, és benne van olykor-olykor az is, amikor a szülő összeráncolja a szemöldökét, mert nem tetsző dolgot tesz a gyerek, tehát benne van kvázi büntetés lehetősége is, de ezt a gyermekek egyensúlyban tudják tartani. Belőle alakulhat, formálódhat egészséges gyermek, egészséges tanuló, aki sikereket ér el, a tehetségét ki tudják bontakoztatni, hogy számos területen megállja a helyét. Igen, nem, de tudjuk jól, hogy nem minden család a harmonikus családmodellben működik, nem minden családban van meg ez az úgymond idilli környezet, nem minden család tudja megfelelően és megfelelő körülmények között támogatni a gyermeket. Nem csupán a tanulásban, hanem önmagában az otthonlétben is. Az otthonlét a legfontosabb eleme annak, hogy egy gyermek, vagy akár a szülő is jól érezze magát. Az otthonunknak a milliója, a légköre, otthonunkban megélt szeretetnek a kifejezése, az mind-mind meghatározza egyrészt az embernek a személyiség fejlődését, meghatározza az egyén teljesítményét, és meghatározza azt, hogy később milyen felnőtt válik belőle. Ha otthon a gyermek nem érzi jól magát, mert feszültség van, akár elsősorban a szülők miatt, amikor permanensé válik egy veszekedés a családban, és ennek a gyermekek fültanúi, hogy apa és anya verbálisan bántják egymást, hogy anya sír, hogy apa az ajtót csapkodja, vagy elmegy otthonról. Netántán a gyermek érzi azt, hogy olyan probléma van a családon belül, akár kimondatlanul is. Tehát amikor nem veszekedés, de mondjuk gesztusokból, kifejezésekből érzi a gyermek azt, hogy valami nincs rendben a szülő házaspárral, amikor szavak nélkül is a gyermek fölveszi azokat a rezonanciákat, azokat a jeleket, hogy a felnőttek között van olyan ki nem mondott probléma, amit a gyerekek előtt titkolnak, és megjátszák, mondhatnám azt, színlelik a boldog házasságot. A gyermeki rezonancia van olyan kifinomult, hogy a gyermek ezt érzi. És egyszer csak a szülő arra jön rá, hogy a gyermeke rosszabbul teljesít, magatartás zavaros lesz, figyelem zavaros lesz a gyermek, és nem fog teljesíteni jól az iskolában. Nem tudja, hogy mi van vele, nem tudja, mi van otthon. Nem jó otthon lenni, nem jó az otthoni környezetben tanulni. Azon gondolkodik, hogy mi is lehet az anyával, meg az apával, hogyan lehet őket kibékíteni. Akkor bizony nagyon-nagyon sokszor a gyermek energiája inkább erre összpontosul, mint sem a tanulásra, az iskolai légkörre, a barátok, társas kapcsolatok kialakulására, és inkább azon gondolkodik, hogy mi lehet otthon a baj. Ilyen görcsben, ilyen feszültségben nem tud a gyermek teljesíteni. Nyilván a konfliktusok sok mindenből adódhatnak. Vannak olyan konfliktusok egy családban, ami akár egy napig tart, hiszen valami nem jött össze, rosszul döntöttek a szülők. Vannak konfliktusok, amikor olyan veszekedések vannak, amikor a másik nem figyel rám, nem figyel oda az én dolgaimra. És van olyan, amikor már gyakorlatilag összeegyeztetetlen vélemények és konfliktusok alakulnak ki, amiben nyilván a felek is azt látják, hogy ez így nem megy tovább. A gyermekek már az első perctől érzékelik ezt az elhidegülést. A bizalmatlanságot például, ami a szülők között kialakul, hogy hol voltál, ezeket a számon kérő kifejezéseket a gyerekek már érzékelik. Tehát a gyermek majdnem hamarabb tudja azt, hogy valami nincs rendben, és ez sajnos utána, amikor a szülő számon kéri a gyermekét, hogy miért kapott rosszabb jegyet, hogy miért van baj a magatartásával, miért nem figyel oda jobban, a számon kérés az nem releváns, mert nem a gyerek tehet arról, hogy a teljesítménye csökken, hanem a szülők közötti harmónia mondott csődöt, és ennek sajnos ilyen értelemben mindig a gyermekek az áldozatai. Nem kellően támogatott családnak nevezzük azt, ahol a gyermek akár fizikai, akár pszichés bántalmazásnak van kitéve. És hogy a gyermek nagyon sok esetben mégis hogyan tud a maga erejét összeszedve, megfeszülve teljesíteni az iskolába, ez akár lehet ennek a kompenzálása is, hogy otthon, amit ő tapasztalna, ő olyat nem akar. Tehát ő igenis tudni akar és tanulni akar, és megtalálja azokat a helyeket, ahol ő le tud ülni és tanulni, és függetleníti magát a családi konfliktustól, már amennyire nyilván ezt lehet. Vagy azt mondja, hogy beáll a sorba, és ő se fog tanulni, neki is elege van mindenből, és ő is hasonlóképpen fogja élni az életét, ő is ilyen összeférhetetlen és nem tisztességes felnőtté fog válni. Mondhatnám azt, hogy minden ilyen krízis az ilyen Jannus arcú, két arcú,
egyrészt esélyt jelenthet, hogy már pedig lázadok az ellen, amit otthon tapasztaltam, és na, az én családom nem lesz ilyen, na, és majd én megmutatom, hogy az életben én viszem valamire, és nem olyan leszek, mint a családtagjaim, vagy pedig a veszélye annak, hogy az ember belesimul abba a családi közegbe, millióbe, és úgy gondolja, hogy neki ez jutott, ez a családja, így kell neki élni, ezzel a stresszel, olykor-olykor bántalmazással, nehézséggel. Igazából nagyon fontos az, és a szülői felelősség is ez, hogy tudjuk támogatni, segíteni a gyermek alkotó tevékenységét, ötleteit, oda tudjunk rá figyelni, és ne vesszen el az a tehetség, amit az Úristen az én gyermekemnek személy szerint adott. És ez a tehetség mindig kamatoztatható legyen, és ezt a tehetséget ne csak önmagáért kamatoztassa, hanem mindannyiunkért. A gyereknek elementáris joga az, hogy gyerek legyen, hogy felfedezze a világot, hogy valamilyen szinten az érzelmi biztonsága, a kötődése meglegyen a szülőkhöz, kortársakhoz. Akkor, amikor egy olyan családról van szó, a gyermeket olykor-olykor testileg fenyítik, és nem azért, mert hibázott, hanem egyszerűen a feszültség levezetése miatt a szülő a gyereket bántotta. Ez azt gondolom, hogy elfogadhatatlan, és zéró toleranciát kell hirdetni. Hála Istennek azért most már olyan a háló, ami ezeket a gyerekeket ki tudja szűrni, és akár a szülőket felkeresi család, segítőtől kezdve mindenféle szervezet, tehát bízom benne, hogy azért ez az elenyésző kategóriába tartozik, de sajnos jelen van a mai társadalmunkban is.